Hú, tegnap algátlanítottuk ezt a nagy tartályt, víztartályt. Látszik, hogy szép tiszta. Ezzel nem, már nem lehetett belátni, olyan izé volt. Algás volt, de most jó, szép tiszta. Itt vannak az algák a földön, ide öntöttük ki. Meg ide. Nem készült videó róla, de fú, nagyon, tényleg rakhattam volna bele kamerát tartályba, most eszembe, basszus. Na mindegy, majd legközelebb. Annyira dolgoztunk, hogy ez kamerázni már nem is jutott eszembe, hogy kamerázzak vagy mi. Kicsit harcolunk itt a fényekkel, akkor legyen így oldal megvilágításban a szép orcám. Szóval, hogy mennyire kellemetlenül jött, persze hát mindenkinek kellemetlenül jött ez a koronavírus, de hogy mondjuk én, amit látok a világban, mondjuk a MotoGP-seknek mennyire egyes MotoGP-seknek, akik most álltak volna a sikerkapujába, most robbantak volna be az egészbe, vagy a Superbike-ba, a Scott Redding például, vagy a MotoGP-ben van a Joe Roberts, az amerikai kis srác. Ezeknek mind most lett volna a nagy dobásuk, tudod, most állt össze minden. Lehet, hogy valaki mentálisan, csapatháttérrel, anyagi erőforrásokkal, minden most állt össze idénre, és most lett volna az, amikor megcsinált volna egy valami nagyon komoly karriert. De most ez az egészet megakasztja, és padlóra küldi. És lehet, hogy már legközelebb már nem lesz ugyanilyen összeállítás, vagy ő nem lesz ilyen mentális formában, vagy fizikai formában. Hogy ez annyira betett, ez például a motorversenyzőknek ez a koronavírus mizéria, hogy hú, komplett karrierek mehetnek rá, de tényleg. Pedig esetleg tehetséges versenyzők karrierje mehet rá. Akik amúgy lehet, hogyha ez nincs, akkor Rossi-szerű karriert futottak volna, vagy hát nem tudom, de legalábbis valami nagyon sikeres dolgot vittek volna véghez. De hát ez közbeszólt. Fú, nagyon szar. Hát a MotoGP, vagy mi ez a Dorna, most próbálja menteni a menthetőt, hogy az emberek ne hagyják ott a MotoGP-t, mármint hogy az érdeklődésük ne lankadjon, és elérhetővé tetszik a régi versenyeket, vagy tették. Most fedezem fel a napokban, hogy egyre több régén 2007-es versenyeket néztem. Baromi jó, fú, nagyon élvezem, most is mindjárt megyek, azt nézek valamelyiket. De akkor tegnap a 14-es szezont néztem. Szóval mindegyiket most elérhetővé tették, ez nagyon jó. Hát ugye van ez a szimulátoros, MotoGP-sek szimulátoroznak és úgy versengenek, hát ez egy kicsit olyan, próbálják tolni ezt a dolgot, hogy promotálni, de szerintem egy kicsit gyenge próbálkozás arra. De az, hogy a régi versenyeket láthatóvá teszik a YouTube oldalukon, ez azért egy hatékony módja annak, hogy fenntartsák az emberek érdeklődését és a népszerűségét a sportnak. Meg hát, ez legalább egy jó gesztus, mint az ilyen pornó oldalak is ingyen. Én nem tudom, csak mondták, hogy az ilyen pornó oldalak is ingyenessé tették a tartalmaikat. Most így a válságos időkben, így a... De hát ami főleg engem érdekel, hogy a MotoGP régebbi versenyei is elérhetőek, hát fantasztikusak, fú, legendás versenyek. Itt milyen szinten folyt a motorozás, azért az tényleg egy csodálatra méltó szint, ahogy ezek a legendák motoroztak annak idején, hát meg manapság is, de hát manapság most nem mennek sehova.
Szóval így állunk. Hát ez nekem is a karrieremet padlóra küldte, hogyha mondhatom így. Na nem, én mindent túlélek. Minden válságos időt túlélek, hiszen mindig válság van. Tehát igazából ez nekem nem újdonság, ez az állapot. Mindössze 16-ban jöttek össze úgy igazán a dolgaim. Akkor tényleg minden összeállt. Na, például nekem 16-ban egy ilyen beütött volna, akkor ment volna minden a levesbe, nem lettem volna robogó bajnok. Hát de ez végül is úgymond próbatétel mindenki számára, az egész világ számára, nem csak. Most nem csak a szegények bukják be a dolgokat ezúttal, ezzel a koronamizériával, hanem ezúttal mindenki. Érdekes emberkísérlet, hogy hogy reagál az emberiség erre a megpróbáltatásra, de hát ja, én azért megpróbálom úgy átvészelni, hogy hát azért fenntartsam a, hát ha nem is a fejlődés, de legalább a szintemet, mármint így értem ezt így a motorozásra, amiben én továbbra is fejlődni szeretnék, de hogyha beüt egy ilyen krach, akkor hát nem fejlődni szeretnék, csak legalábbis a jelenlegi tudásomat úgymond konzerválni, tehát hogy ne, legalább ne romoljon. Ezért teszek így nap, mint nap kisebb lépéseket, amit a magam módján megtehetek. Mert most ugye a nagy legendás MotoGP versenyzők se tudnak menni motorozni. Hát akinek van saját motoros pályája, az szerencsés. De hát úgymond nagy pályán edzeni senki nem tud, tehát hiába vagy te MotoGP versenyző. És mehetsz bármennyi tesztkilométert, úgymond, hát most ebben a válságos időben ők se tudnak motorozni, mert a pályák nem működnek. Csak maximum crossozni, endurozni, vagy közúton tudnak motorozni. Azért mondom, hogy ez aztán tényleg mindenkinek beütött. Ez a koronavírus hiszti. Jó van.